Most következő néhány percünkben két nap vad megfigyeléses történeteit foglaljuk össze a Bakonyból. Ha csodákat ezúttal nem is ért a türelem, azért megérte meglassítani lépteinket páratlanul szép elkapott rudlikkal, szarvas csapatokkal, hullajtott agancsokkal kedveskedett számunkra a tavaszi természet. A Bakony keleti lankáira látogattunk ismét, ahol a szokásos kínálatnál némiképp gyérebb volt ezúttal a vadmozgás, holott a tavasz immár legalábbis nappal egyre inkább virágjában áll. Az állandóan visszatérő mínuszok, az alapvetően anticiklonok meghatározta időjárási helyzetből adódó rekordméretű hőingás, csak úgy, mint történt ugye márciusban is, mindenkit megvisel. Nappal aránylag normálisak a hőmérsékleti értékek, éjszaka pedig visszazuhanunk a fagyos télbe. Érdekes módon még az a pár esős nap sem hozott lényeges enyhülést. Így aztán egy tavaszi nappallal és fényekkel megtüzdelt, estére azonban rendületlenül mínuszokba forduló hangulattal és illatokkal találkozunk. Ennek ellenére ez a vaddisznó család felettébb élvezi a kikelet lehetőségeit. Egyelőre még népes, a gyaníthatóan februárban világra jött kis csíkos kompánia, bár a statisztikák szerint csekély százalékuk fogja élve megélni az alom első születésnapját. Képeink az első nap legkockázatosabbjai közé tartoznak, hiszen a szem a teleobjektív túlvégén hamar hozzászokik a pöttöm csíkos kis gombócok látványához, aztán megérkezik ebbe egy tank, az anyakoca maga. Még szerencse, hogy kellő távolságból készülhettek-e bájos felvételek. Másnap elsőként a muflonok uralták a természetes felhozatalt, néhány bárány és anyja állt modellt, sőt, egy fiatal kost is lencse végre kaptunk, épp hogy még csak csavarodni kezdett a szarva, hosszú jövő áll még előtte, ha jól alakulnak a körülmények. Túlzás lenne azt állítani, hogy ez a két nap hemzsegett volna a remek lehetőségektől, és muflonok ezreinek gűrűjében vágtunk volna utat egy ránk epekedbe váró boldog vaddisznó családig, de a természetfilmes szerencse forgandó. Soha nem lehet tudni, mikor jön el, mikor adatik meg az a rendkívüli pillanat, amikor akár néhány percre is pótolja a várakozással töltött hosszú évek türelmét. A természetfilmes nem akarhat, csak reménykedhet. Nem csak a képi trófea, de az oda vezető út is egyenrangúan fontos, értékes, és mint minden a természetben töltött perc, pótolhatatlan és egyedi élmény.